Tatabányán fogadta a forduló előtt 6. helyen álló Budaörs a Kisvárdát, amely már a meccs elején elveszítette egyik alapemberét, az ellenfelével összefejelő Easing Martint az 5. percben le kellett cserélni. A helyére beálló Oltel meghálálta a bizalmat, a 45. percben egy szöglet után az ő fejesével szerzett vezetést a Kisvárda. A 60. percben egyenlített a Budaörs, egy szögletet követően Csobánki szintén fejjel volt eredményes. A folytatásban fölénybe kerültek a vendégek, akik több helyzetet is kidolgoztak, gól azonban már nem született, így egy ponttal gazdagodott mindkét csapat. A helyzetek alapján nyernünk kellett volna ezt a találkozót. Azt kell elmondanom a mérkőzésről, hogy az elején többet birtokolt a labdát a budaörsi csapat, de utána átvettük a mérkőzés irányítását. Ott helyzeteket alakítottunk ki. Az első fél idő végére sikerült gólt is szerezni, viszont a második fél idő elején magunkra húztuk egy kicsit az ellenfelet, és ott jó néhány szögletet sikerült lőni, ami után az egyikből gólt tudtak fejelni. Onnantól kezdve megint mi irányítottuk a játékot, lőttünk gólokat is, amiket sajnos a játékvezető annulált. Volt, amikor les helyzet miatt ítélte meg, mondta vissza a gólt, volt, amikor állítólagos támadásért. Sajnos mentünk az utolsó utáni percig is, de ott nem tudtunk már gólt szerezni. A forduló további eredményei a következők: Gyirmód Békés Csaba 2-2, Vác Cegléd 1-1, Szolnok Csákvár 2-4, Budafok Siófok 0-2, Nyíregyháza Spartakus Zalaegerszeg 0-0, Dorog Győr 1-0, Soroksár Mosonmagyaróvár 0-0, Kazincz Barcika Sopron 1-0 és Grosics Akadémia MTK Budapest 2-2. A tabella élén az MTK áll 72 ponttal, megelőzve a 61 pontos Kisvárdát és az 52 pontos Békés Csabát. A Kisvárda nem utazott haza a mérkőzés után, mivel szerdán Csákváron a 25. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolja Kondás Elemér együttese.